A rendezvénysorozat célja idén is az olvasás és a könyvek népszerűsítése, Nyíregyháza kulturális hagyományainak felidézése lesz. Emellett a könyvhét programjait szeretnék egy különleges irodalmi fesztivállá alakítani, közölte a szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatója az esemény beharangozó keddi sajtótájékoztatón. Az ünnepi könyvhét idei díszvendége Zalán Tibor, József Attila díjas költő lesz, vele majd Kürti László beszélget, és az országos jelentőségű írók költők közül vendégünk lesz még Petőc András, József Attila díjas, Márai Sándor díjas író, valamint Seny Gábor József Attila díjas költő is, és természetesen az országos jelentőségű írók költők mellett a helyi és megyebeli írók, szerzők is megmutatkoznak. A nyíregyházi rendezvény különlegessége, hogy megelevenedett könyvlapok címmel életre kelték a Star Wars könyvek hőseit. A vállalkozó jelmezes hősök közül a legjobbakat a jövő heti díjátadáson ismerik el. A kísérő rendezvényeink pedig a megszokottól egy kicsit eltérve a Star Wars csillagok háborúja tematika mellett rendeződik, amellett, hogy lesz ingyenes beiratkozás, ingyenesen elvihető könyvek, gyerekeknek népi fajátékok, Lego ember, Amnestia hét, egy attrakcióval készülünk, megelevenedett könyvlapok címmel, várjuk a Star Wars jelmezes hőseit a Kossuth térre, melynek majd díjazzuk a legötletesebbeket, a legjobbakat. A könyvhéthez kapcsolódóan lesz kötészeti és szabjavívó bemutató, könyvcsere akció, kézműves foglalkozás, mesefotózás. A gyerekek kipróbálhatják a népi fajátékokat. Hétfőn megtartják a hagyományos zenés irodalmi délutánt a vásárosnaményban horgonyzó Tiszavirág tanyahajón. A könyvtárba a könyvhét napjain ingyenesen lehet majd beiratkozni, és meghirdetik az ilyenkor szokásos amnestia hetet is.